2016 májusa van, és itt vagyunk ismét Szegeden, ahol a második nagy lemezünket fogjuk elkészíteni. Rengeteget készültünk rá, de nem aggódunk, mert ismét Vári Gáborral dolgozhatunk együtt, aki az első lemezünknek a produceri munkáját is végezte. Úgyhogy most éppen nagyban készülünk, majd tartunk egy főpróbát, és holnap kezdődnek a dobfelvételek. Popsláger. Popsláger. Mi lesz, Kossz? Lesz ma. Először is gatyát cserélek. Aki telefonál, nem játszik a lemezen. Tehát egy... Ne röhögél. Tudod, mennyire idegesít? Jó, tudom. Tízgul a háttérbe. Nagyon jó. Vajon sikerül-e ez a riff? A másik gatyámat kell folyamhozni. Na mindegy, nem érdekel. Szerettem volna egy kicsit kísérletezgetni a hangszereléssel. Éppen ezért most egy több szólamot írtam a számokba, amelyek egyébként egy érdekes hangszint fognak kapni. Kicsit ilyen szimfonikusabb irányba vittem el a dolgokat. Jó vagy. Fú, de jó vagy. Nice. Simán felment a basszusgitár, utána már is énekeltem, fel tudtam énekelni két számot. Ma még hátra van kettő, azzal végzünk, és igazából a vonósok vannak hátra. Eszméletlen, milyen jól éreztem magam, és milyen jól ment minden, úgyhogy... Igen. Itt vannak a szövegeim, föléneklem az intrót, föléneklem a gyors számunkat. Elérkezett az utolsó nap, úgyhogy most már csak a vonósok vannak hátra, ezt már itt Budapesten fogjuk felvenni. A Secretben csatlakozom a lányokhoz, mint fogalista, úgyhogy az egy kvartett lesz, ami lekíséri.